Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Én kezdeném az ő gondolataival, az ő terveivel. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz az ő gondolataiban. Nagyon sokat gondol rád, és szeretne veled valamit tisztázni, mert ez a patak jelenti a tisztító erőt. Azon kívül itt látható ez a lilium virág, jelenti a tisztaságot, a tiszta gondolatokat, a tiszta érzelmeket, amit a lilium virág még jelenthet, ezek a szexuális témák. Lehet, hogy van ilyen gondolata veled kapcsolatban, és majd keresi ezt a testi közelséget. De ezen kívül vannak más témák is, hogy ő szeretne veled tisztázni valamit, szeretné azt, ha előre folyamodnának az események. És hogyan érzi magát? Itt a gyermekek jelenthetik persze a gyermekeket is, hogy kedveli a gyermekeket, de jelent egy új kezdetet is. Fiatalos kisugárzást, egy új irányt, egy új kezdetet, és itt a gyűrű az lehet egy eljegyzés, vagy azt is jelentheti, hogy keresi a kapcsolatot veled, amennyiben eddig ő visszahúzódó volt, akkor a gyűrűk jelenthetik azt, hogy visszatér hozzád, és lesz egy új irány, lesz egy új kezdet. A gyermekek jelenthetik az ártatlanságot is. Lehet, hogy voltak félreértések a múltban, de ő rájött arra, hogy ártatlan vagy, vagy ő szeretné kimutatni az ártatlanságát. Itt tisztázódnak a dolgok. Mit fog tenni? Itt látható a szív, és az jelenti a szerelmet. Ez jelenti a szeretetet is, tehát ezekkel az érzésekkel, szerelemmel közeledik hozzád, sőt, útban van hozzád. De itt megjelenik ez a hegy. Ez lehet egy hegyvidék is, és lesz egy meghívás, egy kirándulás, de gyakran ez a hegy jelenti a korlátozásokat. Valami blokkolja őt. Itt lesz egy új kezdet, tisztázódnak a dolgok, keresi veled a kapcsolatot, visszatér hozzád, szeret téged, de miért van itt ez a hegy? Lehet, hogy fél attól, hogy te őt elutasítod. És mi fűz össze benneteket? Itt a kutya jelenti a hűséget, hogy ő hűséges hozzád. Persze jelentheti azt is, hogy barátilag kezel téged, de hamarosan kimutatja az érzelmeit, hiszen szerelmes beléd. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.